Történt pedig egyszer, olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 16. versétől, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondólélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte, Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Szeretett testvéreim, erre aztán nem számítottak Pálék, hogy az evangélium útja egy börtön időn keresztül vezet tovább. Ők ott maradtak Lidiánál, és készültek a további misszióra. És az utcán egy jövendő mondó leány, akiben ott volt a jóslás képessége, mégpedig démoni erők által, fölkiáltott, hogy ezek a magasságos Isten szolgái, akik hirdetik az üdvösség útját. Nap mint nap megtette, és Pált bosszantotta a dolog, mert ő nem ilyen reklámra számított, hogy egy jósoló, egy sátáni oldallal kapcsolatban lévő személy reklámozza az ő személyüket, illetve szolgálatukat. És Jézus erejével kiűzte ezt a lelket ebből a leányból. Parancsolt, hogy távozzon az a lélek. Igen, ám csak azzal a lélekkel együtt eltávozott a jóslási képessége is. Márpedig a haszonleső urai ezt a lányt arra használták, hogy pénzt szerezzenek a jóslásán keresztül. Elvesztették a könnyű keresetüket. Na, itt aztán jött a lázadás és a lázítás. Úgyhogy rájuk támadtak, ellenük szóltak, nem azt mondták, hogy hát a leányt megszabadította ettől a gonosz lélektől, hanem azt, hogy olyan szokásokat hirdetnek, amiket mi nem vehetünk át, fölbolygatják a városunkat. Ugye, hogy milyen gyalázat, hogy olyan sokszor nem amiatt szólnak, mert tudják, hogy az tiszta ügy, hogy hirdették az igét, meg megszabadították ezt a leányt, nem, hanem hamis bizonyság kell. Ahogy Jézusra is azt mondták, hogy király akar lenni, királynak mondja magát, meg tiltja az adófizetést, meg össze-vissza olyan
hamisságokat, amikkel nyomós érvet akartak. Itt aztán sikerül fölbolygatni úgy embereket, tömeget, hogy a vezetők, anélkül, hogy kikérdeznék őket, letépetik a ruháikat, megvesszőzik. Engem meglepett, testvéreim, hogy Pál, aki máskor a római állampolgársága révén megúszott ilyen verést, most miért nem szól? Egész biztos vagyok benne, hogy az Úr hallgattatta el. Mert ha szólt volna, akkor nem következik be, amit itt látunk, hogy börtönbe vetik őket, márpedig az evangélium útja ezen a börtönön keresztül vezetett. Úgyhogy bezáratták őket, a börtönőrre ráparancsoltak, hogy gondosan őrizze, és a lábukat kalodába zárva őrizte a két idegent. No, ez is vállalás volt, nem is kicsi, de meglátjuk, hogy megtért a százados, illetve a börtönőr és a családja, hogy milyen nagy dolog, hogy nekik ezen a vállaláson keresztül vezetett az útjuk. És hát ilyenkor megkérdezem, hogy mennyi fáradtságot, mennyi gyűrődést, mennyi vállalást fogadnék én el, hogy az Úr útja, az ő országa épülése haladjon tovább. Testvéreim, sokan vállalják az életveszélyt is. Nem mondom, hogy mindegyikünket ilyen helyzetbe küld az Úr. De akiket elhívott, mint itt Pálékat is, azokat ezen keresztül vezeti. De meg is erősíti, és legyünk nagyon hálásak, hogy azoknak a vállalása, akik fáradtságot, szenvedést, életveszélyt vállaltak az evangéliumért, benne van abban, hogy hozzánk is elérkezett az evangélium, és mi is hihetünk Jézusban.